A Párizsban járt az ősz című versnek a kéziratát lehet ebben a tárlomban megtekinteni. Az eredetileg Itt járt az ősz címmel íródott költemény egy kalamár is és egy korabeli esernyő érzékelteti a költő által a művészet és kultúra fővárosának tekintett Párizs őszi hangulatát. Az ámulások szentvárosába Adit Léda vezeti be. Adi Andrének Nagyvárad után Párizs volt a legfontosabb város. Nagyvárad tulajdonképpen egy olyan város volt, ahol városra lelt. Így megtalálta a barátokat, ki tudott fejlődni az újságírásban, megírja a második verses kötetét, de még mindig nem az az Adi volt, aki aztán, mikor megismerte Párizst, Adi válik. Tehát ahhoz Léda kellett. A Váradra hazalátogató Brühl Adéllal 1903 nyarán ismerkedik meg. Adi első egyéves párizsi útja alkalmával Léda nem csak szerelme, múzsája és betegségében is kitartó társa, hanem személyi asszisztense is volt, aki könyveket, verseskötetet és napilapokat fordított a franciául kezdetben alig beszélő költő számára. Szent Mihály úti sétái alkalmával fogalmazottak meg Adiban többek között az Itt járt az ősz című versének sorai is. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen. Kánikulában, halk lombok alatt stalálkozott velem. A szókimondó kortárs francia művészvilág és példaképei Baudelaire és Verlaine hatására Adi levetette északias protestáns bátortalanságát. A valódi szabadság elve hiányzott Magyarországból abban az időben, és erre rátapintott Adi Endre. Szabadon írt, szabadon formálta a véleményeit, nem tetszett az embereknek, tehát úgymond az arisztokráciának. Viszont felsorakoztak a művészek, ugyanezzel a véleménnyel éltek abban az időben a valamire való művészek, képzőművészek is egyaránt. Ki vagyok? A győzelmes éber, ki bevárta íme a napot. S aki győzelmes glóriában büszkén és egyedül maga ragyog. Az embersűrűs gigászi vadon nyüzsgő nagyvárosi forgatagát, a korabeli női divatot, a kávéházak zsúfoltságát és a társasági élet pezsgését korabeli képek elevenítik fel. 1904 és 1911 között Adi hétszer járt Párizsban. Megállok lihegve, Párizs, Párizs, embersűrűs gigászi vadon. Pandúrhad a szájas Dunának vághat utánam. Vár a szajna, s elrejt a bakony. Bár alkotói hangjának kiteljesedését Párizsban érte el, Adi mégsem tudott önfeledten boldog lenni, pesszimizmusát és letargiáját gyógyíthatatlan betegségének tudata is fokozta. Verseiben egyre többször jelent meg a közelgő halál fogalma. Sokkal érzékenyebben érezte át a világot, és hát kikerült valamilyen szinten ebből a depresszióból a sok esetben, de aztán újra visszasüpped. Tehát ez mindig volt nála egy ilyen hullám, amikor újra Adit lehetett látni mosolygósan, örömmel, de aztán visszaesik ebbe a depressziós állapotba, de ez mind az alkotását segítette egyébként. Az Adi Párizs élményéről átfogó képet nyújtó nagyváradi tárlatot egy irodalmi és művészettörténeti beszélgetéssel egybekötött előadáson mutatják be november 22-én.